Tisztelt Donald Tusk miniszterelnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Elfogódottan köszöntöm Lengyelország miniszterelnökét. A mi nemzedékünk számára ők, a lengyel szolidaritás és antikommunista ellenállás résztvevői, a személyes hőseink. A személyes hőseink, akiktől megtanultuk mi itt Magyarországon, hogy milyen harcmodorral lehet megdönteni a kommunizmust. Arra is emlékszünk, amikor második János Pál pápa Magyarországon járt, azt mondta, hogy a magyarok és a lengyelek sorsközösségét ők úgy mondják, idézem, hogy a magyarok és a lengyelek testvérek a kardban és a pohárban. Valóban a lengyel és a magyar népet egy hosszú, évszázadok óta tartó kötelék fűzi össze. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kevesen tudják például, hogy a mohácsi csatában a magyar vitézeken kívül 1600 lengyel lovag is elesett. Arról is kevés szó esik, hogy a 15. században a Krakói Egyetem nem csupán a lengyel, hanem a magyar diákság szellemi központja is volt. Akkor a magyar diákok száma a Krakói Egyetemen meghaladta az 1200 főt, ami a hallgatók 20%-át jelentette. És igen, együtt éltük át 1956. októberét is. Októberben és novemberben Lengyelország szerte véradó és adománygyűjtő akciókat szerveztek. A jelentkezők száma akkora volt, hogy alig győzték a munkát a Vöröskereszt munkatársai, írják a följegyzések, pedig akkoriban a véradás egy 3 órás procedúrát jelentett. És azt is feljegyezték, hogy a 20 napos adománygyűjtés során a lengyelek 21 millió zlotyit szedtek össze a magyaroknak, miközben egy átlagfizetés akkor csak 1000 zlotyi volt. Egy lengyel újságíró tudósítása szerint, amikor a segélyszállítmánnyal a magyar reptérre megérkeztek, az első szavak, amit az irányító toronyból hallottak, így szóltak: "Éljen Varsó!" És feljegyezték azt is, hogy lengyel diákok Olsztynban tüntetést szerveztek a Vörös Hadseregtérre, és a teret ünnepélyesen átkeresztelték Magyar felkerők terére. Közismert az is, hogy a lengyel katonák itt harcoltak 1848-49-ben a magyar felkelők oldalán, és az 1863-as lengyel felkelésben pedig magyarok vitézkedtek a felkelők oldalán. És 1920-ban, erről is kevés szó esik, amit a lengyelek a csoda a Visztulánál elnevezéssel tartanak nyilván, lengyel történelem egy fontos pillanata ez, ott mi magyarok is szereztünk érdemeket. Tisztelt miniszterelnök úr, kedves lengyel barátaink! Mi magyarok hisszük, hogy a jövőben a mi közös régiónk lehet a kontinens gazdasági és kulturális megújulásának egyik motorja. Hisszük azt is, hogy ez a közös küldetés még közelebb hozhat minket egymáshoz, és mindkét ország számára nagyszerű korszak lehetőségét hordozza. Lengyelország vezetése és népe, és itt személyesen is köszönetet kell mondanom Donald Tusk miniszterelnök úrnak, ahogy a történelem során már oly sokszor, az utóbbi években is minden nehéz pillanatban mellettünk állt, sőt, kiállt értünk. Köszönet illeti ezért lengyel barátainkat. Tisztelt miniszterelnök úr, sokunk szívének kedves néhány verssorral köszöntöm Önöket. Ezek a versorok a lengyel himnuszból valók. Nincs még veszve Lengyelország, még mi meg nem halunk, hogyha földünk elrabolták, visszaszerzi kardunk. Miniszterelnök úr, Isten hozta Önöket Magyarországon.